forgalmazója és a zöld közlekedés biztosító töltőhálózat kiépítője. Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére, a tőzsdei hangulatra? Heti kitekintő. A Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében. Izgalmas hét elé nézünk, ugye ahogy említettük, tőzsdei szempontból is teljes egész kereskedési napok lesznek most már a héten, és csomó makroadat jön, például európai inflációs és amerikai munkaerőpiaci adatok, amik mind nagyon mozgatják a devizapiacokat is, a tőzsdei árakra is hatással lehet, és mindez már holnap indul az adatdömping. A háttereiről, illetve hogy mi várható, arról Tardos Gergely, az OTP elemzési központ vezetőjével beszélgetünk. Szia, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Na nézzük az inflációs várakozásokat először, mire készülhetünk. Hát ugye mi annyit így előjáróban, hogy ugye ami most történik, az az, hogy benne vagyunk a járvány második hullámában, igazából a gazdasági hatásokról kezdhetünk el képet alkotni, tehát most jönnek be azok az adatok, amik mutatják, hogy mi történik. És ugye ilyen szempontból, ami még érdekes, az mindig a gazdaságpolitikai reakció, tehát hogy most azt tudjuk, hogy a költségvetési oldal az USA-ban a választások, itt Európában meg ugye a lengyel-magyar méto miatt korlátosabb, tehát hogy érdemes figyelni ezeket az eseményeket, illetve a jegybankokon tartani hát legalább így az egyik szemünket azért, hogy igazából mi is következhet, hiszen a költségvetési reakció korlátossága miatt azért nekik be kell lépni a piacra. Úgyhogy ilyen szempontból ugye az első fontos adat az eurozóna inflációs adata lehet. Lényegében ugye ez az adat, ez kedden jön, és hát igazából talán nem is a headline inflációt kell nézni, hanem ugye a maginflációt, ami 0,2 volt az előző hónapban, várakozások szerint most is 0,2 lehet, de ugye ebben a helyzetben azért nagyon nagy az adatok körüli bizonytalanság, egyrészt mérési problémák is vannak ugye a lezárásokra, a gazdaság elég kiszámíthatatlanul reagálhat. Ugye a tavasszal nagyon lejöttek az inflációs mutatók, de most ami ott hajtotta azt, az alapvetően az olajár volt, ugye most azért a vakcina hírek miatt erre valószínűleg nem kell számítanunk. De összességében azt gondolom, hogy ugye az, hogy mi történik az inflációval, az azért hathat arra, hogy az Európai Központi Bank mit lép, ugye azt tudjuk, hogy arról az oldalról kell bejelentésre számítani. És egyébként még ezen a napon kedden kijön a magyar részletes GDP, ami abban adhat némi támpontot, hogy igazából mely szektorok mennyire tudtak visszazárni, és mennyire tudtak hozzájárulni az egyébként pozitív meglepetésre így a harmadik negyedében. Uh-huh. Na, ez a hét eleje, és akkor ugye mindig a hét végére, péntekre szokott esni, ugye a nagy munkaerőpiaci adat, talán még csütörtökön is jönnek ilyen előzetesek, vagy rész információk, de majd péntek lesz izgalmas az Egyesült Államok. Igen, a tengeren túl, ugye majd a szokásos munkaerőpiaci riportra érdemes figyelni. Ugye ez mindig, tehát ez az az adat, ami az előző hónapra vonatkozóan legelőször megjelenik, és hát egy viszonylag átfogó képet adhat arról, hogy mi történt az amerikai munkaerőpiacon. Ugye a piac arra számít, hogy a munkahelyteremtés lassul, a munkanélküliség csökkent, tehát hogy 6-9-ről lemegy 6-7-re a munkanélküliség iráta, és azt még érdemes tudni, hogy ez az adat, ez ugye, bár ugye az a mondás, hogy ez a novemberi adat, de valójában ez november második hetéről szól, tehát akkor készül igazából a felmérés, tehát hogy ott még a járványhelyzet az USA-ban talán nem romlott, tehát hogy nem volt annyira rossz, mint most, tehát lehet, hogy ez lesz még az utolsó ilyen békés adat, de ha felidézzük azt, hogy tavasszal mennyire gyorsan és milyen brutálisan reagált az amerikai munkaerőpiac, akkor azt gondolom, hogy mindenképpen már ezt az adatot érdemes nézni, benne van a levegőben a meglepetés. Tehát, ha ránézünk arra, hogy mi történik az euró-dollárral, akkor az látszik, hogy ott ugye van egy nagyon komoly dollár gyengülő,
és ilyen szempontból azt gondolom, hogy mondjuk, ha van meglepetés ebben az adatban, akkor az hathat nyilván a dollár-euró árfolyamára. Igen, éppen beszéltünk róla, hogy ahogy itt az 1.20 környékét újra és újra teszteli az árfolyam, úgyhogy hogyha itt történik valami ilyesmi, ami akár lehet, hogy pont most pénteken valami meglepetésszerű adat, akkor könnyen átcsúszhat rajta, és egy újabb sávot válthat az árfolyam, úgyhogy mindenképpen izgalmas lesz. Köszi szépen, figyeljük a hetet, neked jó munkát, szép napot kívánunk. Szép napot mindenkinek. Szervusz. Taros Gergellyel, az OTP elemzés központ vezetőjével néztük át a heti legfontosabb makroadatokat, ugye ez nem azt jelenti, hogy csak ennyi jön nagyon sok, de ezek lehetnek azok, amelyek jelentősen befolyásolhatnak devizárfolyamokat, vagy akár a tőzsdei jegyzéseket. Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk.